nagy figyelmet fordít a kormányzat arra, hogy az erdőgazdaságoknak, a 22 állami erdőgazdaságnak milyen célt tűzön ki. A legnagyobb cél azon kívül, hogy vidéken megfelelő munkát teremtsenek, a vidék megtartó képességét növeljék, az, hogy társadalmi szerepvállalásukat ellássák. Ehhez tartozik az, hogy a turizmust, a környezeti nevelést a zászlójukra kellett tűzni. Azt mondhatnám, hogy a mögöttünk álló létesítmény a zászlós hajója ennek. Országszerte 34 erdeiskola szolgálja a társadalmi igényeit, ismerteti meg a gyermekekkel az erdőt, az erdészek munkáját. Itt is ezt láthatjuk, megismerhetjük az erdőt. A 34 erdeiskola 22 erdőgazdaság által fenntartott létesítményei több mint 1300 gyermeket és oktatót tudnak egyszerre ellátni az ország számtalan területén. Ezek mellett a országos kékkör programhoz csatlakozva számtalan helyen kilátókat, turisztikai létesítményeket, turistaházakat, ökológiai centrumokat, látogatóközpontokat hoznak létre és tartanak fent. Kevesen tudják, hogy a 15 erdei vasútból, amely Magyarországon található, 11-et erdőgazdaságok tartanak fenn. Ezek bevételének a egynegyede az a költség, amit az állami erdőgazdaságok a saját költségvetésükből kell álljanak, mert ennyi a negatív eredmény ezeken. De ez nem a sírásnak a helye, ez a feladatuk, ezt várják el tőlük, ezt várjuk el tőlük, és ennek maximálisan megfelelnek. Ezért öröm számunkra, hogy ilyen felújított épületekkel és az itteni fejlesztésekkel, mely a családok, ide látogató családok érdekeit szolgálják, továbbiakban és egyre hosszabb időre rendelkezésére tudunk állni a itt élőknek és az ide látogatóknak. Azt gondolom, hogy nagy köszönet illeti az erdőgazdaságot, hogy évtizedek óta ezen fejlesztések mellé áll. Én köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és ezt az ünnepet velünk tartják. Ez is mutatja, hogy milyen fontos hely ez mindenki számára. Én is nagyon szeretek a családdal idejönni, a gyerekek oda vannak az állatokért, a medvékért, a nyulakért. Magam az állatetetést szeretem a legjobban, meg kell mondjam. Ez egy nagyon nagyszerű lehetőség. Azt kívánom önöknek is, hogy hasonló élményekben legyenek itt részük, és örömmel használják az új létesítményt. Köszönöm, hogy meghallgattak.